Nehezen fékezték indulataikat azok a testvérek, akik feljelentést tettek a sztárok ügyvédje ellen, mondván Rutner Györgytől ingatlanvásárlásra letétbe helyeztek összesen 60 millió forintot, amit nem kaptak vissza. A bírónő 50-50 ezer forint rendbírságot szabott ki a felperesekre a viselkedésük miatt. Mi? Jó, 50 ezer forintra sújtja a bíróság. Tudomásul veszi, vagy megfelelvezi? Akkor úgy legyen, hogy csönd van. Akkor úgy legyen, hogy csönd van. De ez most egy végzés, nem vonja vissza a bíróság. 50 ezer forintos a rendbírság. Meg lehet fellebbezni, ha gondolja, mert ha nem, akkor jogerős lesz az ügyésző tudomásul veszi, vagy tudomásul veszi. Ez így nem megy. Ez tárgyalás. És úgy kell annak a mederbe folyjon, hogy mindenki hallja, mit mond a másik, és nincs dörvögés. Ha beszélniük kell, akkor mennek ki. De akkor már csak a szünet után jöhetnek vissza. Az eset után néhány perccel a hangnem mit sem változott. Aláírsz egy papírt, hát azért nem jött a Miért? Bocsánat, doktor úr, magam, doktor úr, elnézést. Hogy azt nekem az a kérdésem, hogy hogy lehet aláírni egy tanúként, hogyha nem olvas el a tartalmát. Csak ez a kérdésem. Mert azért, mert az okirat tanúként én nem vagyok köteles ismerni az okirat tartalmát, csak azt hasznosítom, hogy az aláírás azok az emberek tették át, akik a papíron szerepelnek. Értem, és még valami kis. Akkor ezek szerint, ha nem olvas el a doktor, akkor azt is aláírta volna, hogy kapta az ingatlanját maga csak így, hogy egy olyan tanulnak, hogy bárminek. Én tanul vagyok, én nem tanul vagyok. De tanul, el kell olvasni, hogy mit Elnézést kérek. Jó, ez a kérdés. Van a becsület.